Tűzzel a csatornámon. Mai videóban egy ilyen szó videó lesz a csatornám. Ebből is fogjátok látni, koronavírusról fogok beszélgetni a videóra. Plusz beszélgetés, lesz egy szomorú történet. Lesz egy szomorú történet, tegyem te a csatornára. Ha szeretek a titeket ez a koronavírus, ha értek el titeket ez a videó, akkor tartok velem és kommentek is meg a videót. koronavirus.gov.hu Sima megelőzés, és tegyünk mindjárt az egészségünkért, amit most tudom, hogy több. Mosni kell kezed mindannyian, kell mosni gyakran, mert többször kell most szappanna, és minden nap háromszor feltöltsem a kezemet, tudom megelőzni a koronavírus kapcsolatával. Rá kell keresni a koronavírus, tegyünk mindjárt az egészségünkért. Sajnos ez van. Most Magyarországon ez a probléma. 32 fertőzött van. Látjátok? Most nem mondanám fordítva. 32 fertőzött van, egy gyógyító, meg egy húny. Egy húny. Egy 135-en vagyok karanténban, igen, és 1470-en mind a vételem vannak. Az egészségügyi intézmények is karantén, és az önökhöz legközelebbi kórházi rendőr intézte. Itt van, hogy házi orvosok, a beteg ellátó intézetek, fekvő beteg ellátást nyújtó intézet kórházak, és akkor térképeken találjátok. Házi orvosok, van olyan, hogy járó beteg ellátást nyújtó intézetek, itt vannak. Felülbeteg ellátást nyújtó intézmények, kórházak, hát sok van, sajnos meg kell előzni a koronavírust, mondjuk a karatént is, ami nem ülök ilyen. Az az alapból karatén miatt, karatén. Jelen Magyarországon nincs karatén, az új koronavírus fertőzés miatt, a koronavírus terjedése. Egyedi tünetek esetén, mit tegyünk tünetek esetén? A betegség meggyakori tünetei. Van a meggyakori tünetek, a lát, a fáradtság és a száraz pörgés. Vagy egyes betegnél jelentkezett izomfájdalom, ódugolás, orrfolyás, torfolyás, hasmer és légszón. És van olyan, hogy itt van 30 pontnál. Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek, igen. Fokozatosan jelentkeznek. Negyedik pont. Vannak olyan fertőzöttek, akinél nem alakul ki semmilyen tünet, és nem érzi magukat maguknak betegnek. Maguknak betegnek, nem tudok olvasni. Észak-Olaszországban járt koronavírus, nem mutatom. Sajnos ez van, maradjak otthon, ne menjek közönségbe. A kérjük személyesen hívja a házi orvost. Felhívjuk. A házi orvost el fogja kikérdezni önt is. Koronavírus, mert ez egy olyan, akkor a házi orvos hívja a mentőket is. Mentőkórházba szállja önt is. Kórház, megfigyelés, karatén. Alá kerül. Hát, szok. És a súlyos kezelés,
De súlyos kezelés, olyan nincs súlyos kezelés. Kezelés attól függ, lefolyású, nem. És akkor 80%-án betegek vettek. Igen. És itt van még egy. Ez miatt használjuk a feltöltenítő szereket. Nem tudok nagyon olvasni, kezdet kell most minden, mert egy senki se beteg. Mit kell tudni a koronavírus? Gyakran is egy kérdések, az nem fogom elolvasni, ezt mutatom, mert az a koronavírusok, mit kell tudni a újfajta koronavírusról, és még a tövegy, hogy az új koronavírus által okozó nagy betegedésre. Mit tegy az új koronavírus? De már március 13-óta van, sajnos, álljunk, hogy vírus elmenjen. Hogy tudja gyógyítani az új koronavírus okozta megbetegedését? Ennyit gyógyítást kell szedni, hát nem voltás az új koronavírus ellen. Te tudom elolvasni. Pörgetek egyet, és ennyi. Még. Gyakran ismételt kérdések a koronavírus kapcsolatban. És ennyi is volt. Bezárták az iskolát, látjátok. Iskolába bezárták. Vagyis a Magyarország határait. Látjátok. A koronavírus látogatható oldal. Látjátok? Itt van. Tegyünk mindjárt az egészségünkért információs vonalak. Még azt szeretném beszélni, nem a koronavírusról. De nem is álltátok, hogy ezt ezt a... Jó, azt elolvasni. Kicsit közelteném. Mit kell tudni a vírus járvány elkezdődött? Március óta van már koronavírus járvány. Már múlt hónapban is elharcolódott, hogy koronavírus járvány van sajnos. Mindenképp mossatok kezet, szabadon használjátok, mossátok. Milyen van június óta el fog menni a tilalom is, karantén is, minden el fog menni a vírusok ellen. Tehát a koronavírus miatt gyakran kezet kell mosni, 19-es sajnos ilyen járvány, koronavírus járvány, otthon kell lenni, kint kell lenni az útvonalon, menni csak az utcára, mert nem szabad. Tilalom miatt nem lehet utcára sem menni. Koronavírus van Magyarországon. Sajnálom, hogy ez a járvány jött ide most nekünk, sajnos. Majd megelőzitek, mosadok ezen mindenki, és állok kezeteket, töltsétek koronavírusban. Még mondani vettek, hogy az iskolák azért vannak zárva, mert sajnos ebben a koronavírusra bezárták az iskolákat. Sajnos ez történt. Azt kell megfogalmazzatok, sajnálom. Az iskolák bezártak, egyetem is, szaggimnázium, minden be van zárva. És aki esetleg júniusban vagy szeptemberben fogják nyitni az iskolát. Már március közepén befejeztük az iskolát is. Még az a hét, ez a hét a közepe, az meg a március eljött, amikor koronavírus történt ebben Magyarországon, Pesten. Ennyit akartam mondani. És akkor Pesten sajnos, tehát az iskola sajnos ez van, majd ki is egy június környékén, vagy május közepén. Már amúgy is, sajnos meg kell előzni a vírusokat. Már később kezdve, de most májusában el fog majd gyógyulni, le fog szedni. Nem tudom, hogy megfogadni meg már hamarosan már a koronavírust már mindjárt befogják. Ha bármi kérdésetek van, akkor megteszem nektek. Évit.hippit nem tudom kiírni. koronavírus.gov.hu megtaláljátok. Beboldal meg a Facebookot is. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, és akkor várj a videó végére. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a koronavírus járványos videó csatornát. És ha bezártak be az iskolákat, esetleg tetszett a videó, akkor lájkoljátok ezt a videót. Feliratkozás a csatornára, ha újak vagytok, nyomjátok a csengőt, hogy kapjatok minden értesítéseket az újabb videókra. Itt fogok tanulni. Sziasztok!